drónos bicikli? Hogy micsoda? Sziasztok! A DJI a múlt héten kiadott egy elektromos bringához motort, kijelzőt, szoftvert, applikációt és minden egyéb dolgot. Megmondom őszintén, ez számomra eléggé meglepő, bár nyilván a DJI is kacsingat más-más irányokba, mert hogy azért ezt a tudást és ezt a szoftver hatalmat meg mindent, ami a kezükben van, ezt azért kár lenne úgymond csak elpazarolni a drónokra. Uh, mert azért vagy őszintén, hogy szerintem minden egyikünk tudja, hogy most egy kicsit a drónozás az, hogy is mondjam, ilyen kis uborka szezonban van, egy kicsit ilyen tengi-lengi, mert hogy a mai drónok már szerintem mind csúcs-szuperek. Sőt, mindegyik már akár egy kicsit felül is múlja azt, amire szükségünk van. Nézzük tényleg csak a leg legegyszerűbbek -leg Ugye például itt van egy Mini 2 SE. 130 ezer forinttól indul. 2,7 k, 25 percet tuti, hogy a levegőben van, applikációval, okos funkciók, GPS, hazajön, minden egyéb dolog, és mindez 130 ezer forintért. Ha valakinek ez ugye nem elég, vagy szeretné kicsit jobbat, akkor ott van, ugye a tavalyi évben lassan egy éve megjelent csúcs szuper kis gép, ugye ez a Mini 4 Pro elfordítható kamerával, ugye egyből ilyen shorts videókat, meg short fotókat tudsz vele a fényképezni, 360 fokos akadályérzékelő rendszer. Tehát gyakorlatilag minden benne van, beépített kijelzős távirányító, nem kell a telefont használni, tehát minden benne van azt szerintem, ami nemhogy egy hobbistának, én már azt mondom, hogy bőve lehet ezekkel a kis gépekkel dolgozni, de nyilván, ha valakinek nem elég, akkor ott az R3, a Mavic 3, a Mavic 3 Pro három kamerával, és ha ez még mindig kevés, ugye ott az Inspire 3. Tehát szerintem már nagyon nagy újdonságot azért a drónok terén, legalábbis a konzumer drónok terén nem lehet hozni. Ugye én említettem, hogy én itt várnék már valami új shorts, ilyen újfajta dolgokat. Tehát az oké, okay, hogy követ, az tök jó dolog, de egy valami új ilyen quick shotok -ok, vagy bármi, ami ö, kicsit feleleveníteni a hobbit. Mert hogy ezek is már több éve jelentek, még meg a Phantom 3, meg a Phantom 4 esetén, ugye ez az Orbit, meg a minden egyéb dolgok, és nincs benne újítás. Az, hogy 4K már mióta a Mini 2 annó mikor megjelent, az is 4K volt. Az, hogy most hány megabit, meg milyen szenzor, szerintem a többségünk nagy része, aki social médiára dolgozik, bőven meg van elégedve a géppel. Szóval nagyon nehéz egy olyan gépet kihozni szerintem már idén, amire azt mondanám mindenki, hogy úristen, ez mekkora jó dolog ez nekem kell. Készítettem nemrég egy videót, hogy érkezik az R3, s. ugye láttunk ilyen plegykákat, hogy R3-on Mavic 3 Pro kamera. Ennek vajon mi értelme lehet? De mostanában egyre több megint, hogy már repül, meg minden, tehát nagyon közel lehetünk, de hogy miért? Tehát, hogy valószínűleg ugye a Mavic 3 Pro egy kicsit uh, túlárazott lett, bár három darab szenzort visz, szóval azt azért ne felejtsük el. Na mindegy, szóval egy a lényeg, nagyon nehéz manapság már egy új drónt alkotni, bár én a telónak várnék valami utódját, valami kis tenyérnyi selfie drónt vagy valamit, ehelyett ugye tudjuk, hogy biztos lesz Osmo Action. 5, lesz Mobile 7, Ronin 4, ugye, meg minden egyéb dolgok, és hát kell valami újdonság. És mit alkotott a DJI? Egy elektromos bicikli hajtás rendszert. Megmondom őszintén, hogy egy elektromos rollernek jobban örültem volna, mert bizonyára tudjátok, hogy uh, nagyjából ez a másik hobbim. Szóval egy elektromos DJ rollerre még én is azt mondtam volna, hogy vevő vagyok. Nézzük, mit tud. Uh... Mert hogy ugye a kezükben van mindenféle birtok, a szoftverezés, az akkumulátor technológia, ezeknek a kihasználása, és most alkottak egy olyan rendszert, ami, hát ők ugye nem csinálnak egy komplet bringát, tehát hogy nincsen DJI bringa, hanem csak magát a rendszert alkották meg, és van egy partnerük, akikkel közösen csináltak egy bringát. Itt ugye ők tényleg egy meghajtásrendszerről beszélnek, egy akkumulátorról, gyors töltésről, egy olyan okos szoftverről, ami van benne ilyen, hogy toló mód például. Megnyomod, és hogy tolod fel a hegyre, nem neked kell a bringát úgymond tolni kézzel, hanem kvázi ő jön melletted, neked csak az egyensúlyba kell tartani. Ilyen akár 100 meg 150 kilométeres hatótávról beszélünk. Ugye fontos, hogy ezek az elektromos biciklik nem helyette tekernek, hanem rásegítenek. Tehát például, hogyha a hegyen mentek fel, akkor ugye lehet neki nyomatékot, meg sőt, van ami ugye nyomatékszenzoros, tehát minél jobban taposol, annál több erőt segít ő is, hogy egy hegyen föl tudjatok menni. És egy ilyen rendszert alkotott a DJI, nyilván ugye GPS, kompass, minden egyéb dolgok, hogy az útvonalakból a logolás meglegyen, meg minden hasonlók. Szóval ezt alkotta. Ilyen az információnk szerint ez például Magyarországra most még nem fog eljutni. Nem is tudom, hogy egyáltalán ilyennek lenne piaca. Szóval biztos, nyilván vannak nagyon sokan, akik szeretik az elektromos bringát, elektromos motorokat, minden egyéb dolgot. Vajnátok ok, egy DJI által tervezett elektromos bringára? Vajon ők is ezt már azért terelnek egy ilyen másik útvonalra, mert hogy nincs ötletük, nincs mit csinálni, vajon? Ugye én említettem, hogy itt már az Enterprise drónok, illetve a gépilátás, az AI, ugye ezeknek lesz majd itt a jövője, mert hogy a repülés már. Mondhatom a dj nak nem kihívás. Tehát az, hogy most 40 percet repül, 50 percet, ez már nagyjából uh, szerintem bőve jó. Nyilván van, aki örülne itt a több órás repülésnek, de még az akkumulátor technológia nem tartott ekkora méretben, legalábbis, ugye, ami a drónokba kell. Ugye mutattam be nemrég a H-30-t, hogy ott is, ugye. 10 órakor lebólintottam a kamerát, bekapcsoltam a Night vision módot, és olyan volt, mintha nappal lettem volna. Nem fekete-fehérbe, hanem színesbe. Nézzétek meg azt a videót, nagyon durva már, hogy abban a kamerában is itt szoftveresen mit tettek bele. Szóval én úgy gondolom, hogy erre fog majd elmenni el, a drónozás, és valószínűleg a többi gyártó ezért is, hát mondhatjuk, hogy nem tudom, feladta, nem adta, nem tudom, nem, nem szeretném, hogyha feladták volna, mert az nagyon egyhangú lenne elméletileg az autelnek sziporkáznak, hogy itt így jön valami új drónja, de ha nincsen szerviz és nincsen támogatás, akkor elég nehéz lesz itt egyáltalán Európába betörni, pláne ha még C lesz, de ezt majd meglátjuk. Szóval vajon a DJI azért kacsingat más irányokba, mert hogy a drónozásban már ők se látnak fantáziát? Pár évvel ezelőtt, nem tudom azt mennyire figyeltétek, például egy autónak a 360 fokos kamera rendszeréhez adták a nevüket, Nyilván ez is nekik, nem azt mondom, hogy egy könnyű dolog, de megvan a tudásuk, ugye a drónokban is már ugye 360 fokos kamerarendszereket fejlesztenek. Ezt átültetni egy autóba, nem azt mondom, hogy könnyű dolog, de nyilván nekik nem uh, jelent kihívást, hiszen amikor mikor tavalyként voltunk Ferivel a DJI székházába, a Sky City-be, tízezer ember dolgozik csak azon a helyen. Tízezer ember. Tehát, hogy azért van, erőforrásuk, és hát nyilván nagyon durva, hogy ők dolgoznak a munkahelyen, ágyakban vannak, nem csak náluk, hanem úgy egész Kínában. Tehát, hogy uh, van erőforrásuk, nem úgy, mint mondjuk Európában. Gondoljatok bele, hogy tudna egy cég összeszedni annyi embert, hogy így fejleszem, ugye? Na kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, hogy vajon ennyi volt a drónozás? Jön, jönnek a más irányú próbálkozások a DJ részéről, vagy jön majd évi egy-két drón, aztán ennyi? Érjük be ennyivel? Mit, mir, miről forgassak videót? Unalmas jogszabályokról? Na, írjátok meg kommentbe, hogy mi a véleményetek erről, aztán hamarosan jön a következő repülős videó. Sziasztok!